Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják, tartsanak velünk! Első Pécsi Egyházmegyei Családi Fesztivál újra megnyitotta kapuit a most megáldott Rózsakert. Színes, gazdag programok a Kovászon, a Kaláka Együttes is koncertezett az Egyházi Fesztiválon. Havas Boldogasszony búcsú, magyarok, németek és horvátok is zarándokoltak a 325 éves Havihegyi Kegytemplomhoz. Szent Anna búcsú, a kápolna védőszentjének ünnepén tartottak búcsút Dombóvár Szőlőhegyen. Minisztráns tábor, az Egyházmegye fiataljai vettek részt az egyhetes gyönki táborban. Kovász elnevezéssel megtartották az első Pécsi Egyházmegyei Családi Fesztivált. Az esemény keretén belül az Egyházmegye főpásztora megnyitotta és megáldotta a 2010 óta zárva tartó Rózsakertet. Kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő a felújítás, amely egy 2016-os kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. Amint egy 37 programelemet felvonultató eseményre több mint 2000 látogató érkezett Baranya és Tolna megye egész területéről. Szent Istvánnak a szentélyoltási napja, ez 15-én halt meg, de ez különösen is kifejezi a magyar léleknek, a magyar szívnek azt a nagyságát, hogy ezt ünnepeljük, azt a különleges teljesítményt, azt a csodálatos emberséget, az emberre és Istenre figyelő uralkodónak azt a nagy-nagy áldozatát, hogy mindent megtett és megvalósított azért, hogy itt Kárpát-medencében nekünk, magyaroknak hazánk legyen, nemzetünk, országunk legyen, és egy igazi nemzetté tudjunk alakulni. Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi köszöntőjét Felföldi László pécsi megyéspüspök az augusztus 20-ai ünnepen a Pécsi Székesegyházban. Beszédében hangsúlyozta, nekünk is a jövőt kell megalapoznunk úgy, mint elődeinknek. A hazára, a békére, a családra hívta fel a figyelmet, mely a legfontosabb volt mindig, és napjainkban különösen az. Az ünnepies köszöntő után a bizonytalan időjárás miatt a Rózsakert megnyitóját a Domkötárban tartották, ahol a püspök megáldotta a teljesen felújított kertet. A Rózsakert a Szent Péter és Szent Pál Székesegyház közelében, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár szomszédságában található. Gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, a Rózsakert felavatásakor, hogy itt minden a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Kulturális és turisztikai szempontból kiemelkedő a kert felújítása. Még 2016-ban egy kormányzati pályázat keretén belül valósult meg. A legnagyobb ebben a Rózsakertben, hogy hát ez Pécs történelméhez kötődik. Tehát ez egy nagyon ősi hely, nagyon ősi terület. Nyilván a feltárások is előhozták azokat a dolgokat, amik megalapozzák ezt. És tudom, hogy sok-sok ember, sok-sok család szívében is jelen van, és így egy kicsit a város természeti szépségéhez, park világához tudtunk hozzáadni. Szépen benépesült a Rózsakert, melynek angol parkjában a kert elnevezéshez és a műemléki helyszínhez alkalmazkodva a rózsavirágok kaptak hangsúlyt. A látogatók pedig már is birtokba vették a helyszínt. Imádom a virágokat, meg a rózsát is, úgyhogy nagyon fontos nekem, hogy megnyílt. Meg tényleg ott lehet sétálni elcsendesen, meg ahogy a püspök atya is mondta, hogy álljunk meg és beszélgessünk némán a rózsával. Nagyon jó dolognak tartom. Mi csak szétnézünk itt, megnézzük, mert már rég voltunk errefele, és még itt nem jártunk, és gondoltuk, hogy elmegyünk egy kicsit itt, megnézzük a környéket, meg majd a dzsámit, meg ilyenek, és akkor
kicsit kikapcsolódunk. Még Békés megyéből is érkeztek turisták megcsodálni Pécs nevezetességeit, és persze a legújabb régit, a Rózsakertet sem hagyhatták ki. Nem sok időt töltöttünk ott, mert elkezdett egy picit esni az eső, de gyönyörű, mert én imádom a rózsákat úgy egyébként is, és akkor most ez egy nagyon szép helyszínnek tűnt. Ezen a napon rendezték meg az első egyházmegyei családi fesztivált is Kovász elnevezéssel, mely Máté evangélistát idézi a főpásztor akarata szerint. Azt kívánják, ahogy a Kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg növekedjen Jézus Krisztus szeretetében a pécsi egyházmegye egyházközségeinek közössége. Én azt kívánom a pécsi embereknek, a pécsi családoknak, vagy az ide látogató turistáknak, hogy a Rózsakertben és ezen a hihetetlen megújult, gyönyörű területen emberileg, lelkileg, közösségileg mindig gazdagodjanak, erősödjenek, és több, jobb emberként, emberi méltóságokban megújulva tudjanak tovább menni. Az ünnepi programokat a Rózsakerttől a püspöki palotáig a Pécsi Egyházmegye turisztikai csoportja tervezte meg. Sok mindenre gondoltak. Annyira gyönyörű tereink vannak, és nagyon jó lehetőségeink, és püspök atya is nagyon nyitott volt rá, hogy ezeket a tereket berakjuk, így a koncerteket be tudtuk hozni a püspöki palotába, a dombkőtárba, a gyerekprogramokat a püspöki kincstárba, a Magtál látogató központba, és aztán az idő kegyes is hozzánk, mert minden helyszínen minden megvalósulhatott. A kicsik és nagyobb gyerekek is kipróbálhattak számos játékot, különböző foglalkozásokon vehettek részt. Többek között kézműveskedtek, origamizhattak, népi játékokkal ismerkedhettek, de volt itt ugrálóvár, robotika, elektronika, ijászat, családi játék. A Kovász elnevezésű mintegy 37 programelemet felvonultató rendezvényre több mint 2000 látogató érkezett Baranya és Tolna megye egész területéről. A Kaláka együttes fél évszázada költők megzenésített alkotásait adja elő. A Kossuth Díjas és Magyar Örökség Díjas együttes fergeteges sikert aratott a Kovász első pécsi egyházmegyei családi fesztiválon. A színes programok sorában ugyanis gyerekkoncertet is tartottak, nem csak kicsiknek, hanem családjaiknak is. Nagy volt a forgatag, nyüzsgés a Kovászon, vagyis az első pécsi egyházmegyei családi fesztiválon. Kővár János önkormányzati képviselő, mint nagypapa érkezett a rendezvényre, alig egy éves unokájával. Nagy családos a képviselő, Boróka az első unokája. A lányom hozta el, nem az én érdemem, és az sem, hogy megszületett, viszont közös örömünk. És hát ez az első ilyen ünnepsége, nem csak azért, mert hogy most először van a Kovász ünnep, hanem azért is, mert még nincs egy éves, de hamarosan majd jön az unokatesó is. A dombkőtárban, ahová várható rossz idő miatt a Rózsakert helyett a Kaláka koncertet is tervezték, rengetegen összegyűltek a Kovász első egyházmegyei családi fesztiválra. A galérián több foglalkozást is tartottak a fesztiválozó gyerekeknek. Az eseményre még a Nemzeti Művelődési Intézettől is ellátogattak. Hát ez nagyon fontos a közösségépítés szempontjából. Is, és itt a gyerekek akár össze is barátkozhatnak, és ez a családokat is összeköti. Természetesen az, hogy ilyen rendezvényeken részt vesznek, ez minden egyes alkalommal egy építő dolog lehet a számukra is. Négy unokával vagyunk itt, és hát itt a kislány rajzol, a kisfiú meg az apjával elmentek le a előadást hallgatni, és hát nagyon jó érezzük magukat itt, a család együtt van. Úgyhogy, és hát ugye keresztények vagyunk, én magam katolikus, de a menyem, meg a diamozok reformátusok, és hát járunk templomba rendszeresen, és örülünk, hogy itt lehetünk. A Kaláka együttes gyerekkoncertet adott a tőle várható hangulatos, interaktív gyerekvidító stílusban. A csapat 2021-ben volt 50 éves, több generáció nőtt fel pályafutásuk alatt. A Kaláka 1969-es megalakulása óta egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. Mikor megtudtuk ennek az alkalomnak a hírét, akkor gondoltam, hogy azt a dalt, amit Lackó Jánostól írtunk közösen, a himnusz az égi földi kenyérről, azt esetleg elénekelhetnénk itt együtt, és valóban ezzel kezdődött az alkalom, ez a koncert. Hát ugye mi gyerekvers, felnőttvers. Kányádi Sándor bácsi azt mondja, hogy nincsen gyerek meg felnőttvers, csak vers meg nem vers. És mi mindig verseket énekelünk. Lehet, hogy a gyerekeknek kicsit díszesebben, kicsit gyorsabb, de alapvetően mi mindig arra törekszünk, hogy értékes költészetet nyújtsuk át a hallgatóságunknak, úgyhogy lehetőleg a zenén keresztül a vers jön át, a költői mondandó, és ez ugyanúgy van gyerekeknél, mint felnőtteknél. Azt mondja a barja,
nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát a nyulaknak varja, tanul a rúgójának, a bölömbikának. Mindig adódik, valaki mond valamit, vagy egy másik hangszert előszedek, és akkor nem jut eszembe a dal. Na mindegy, szóval van mindig valami improvizáció, de alapvetően az a struktúrája a koncertünknek, hogy én mondok valamit, aztán játsszuk. Nem, nincsen előre megbeszélve az, hogy mi következik egymást, de úgy körülbelül tudjuk. Hát a Kaláka repertoár az elég nagy. Csak úgy aktívan nem tudom, mennyit tudnánk eljátszani, de biztos, hogy most el tudnánk egy másik koncertet játszani, úgyhogy semmi azonos nem lenne gyerekdalokból. Hát aztán a felnőtt repertoárt pedig, hát amikor végigjátszunk 3-4 koncertet egymás után, hogy nem azonos. De hát ez teljesen természetes. Most nem 30 lemezünk van, vagy 1000-nél több dalunk, szóval de azt nem tudjuk, azt mindig fejből. Tannunk húzott éveket, mögötte a néve megy. A Havihegyre épült Havas Boldogasszonyról elnevezett kegykápolnát, amely idén 325 esztendős, egykor a pestis járvány után építették hálából az itt élők. A templom azóta zarándok helyé vált, és minden év augusztus elején a helyi nemzetiségi képviselők részvételével 4 napos búcsút tartanak itt. A jubilómi évforduló nyitó szentmiséjét Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök celebrálta. A 325 éve felszentelt Havas Boldogasszony templomhoz idén is sokan elzarándokoltak. Az itt lévő hívek közül vannak, akik évtizedek óta, sőt gyermekkoruk óta ide járnak augusztus első hétvégéjén. Én 72 éves vagyok, és 72-szer voltam itt. Ez egy fogadás volt, a szüleim fogadták meg, hogy ide fölhoznak mindig engem, mikor van ez a havi búcsú. Én nagyon szeretek, és ez olyan, mintha hazajönnénk. Hagyomány, hogy minden évben püspöki szentmisével nyitják a búcsú rendezvényeit. A jubileumi évforduló előesti nyitó szentmisét Fekete Szabolcs Benedek, Basztíji címzetes püspök, szombathelyi segédpüspök celebrálta a Pécsi Egyházmegye papjaival augusztus 4-én este a templom mellett felállított szabadtéri oltárnál. Ilyenkor, amikor egy ilyen kiemelt ünnep van, ennek van egy jelentősége, hogy akár a közgyónásban letegyük a terheinket, vagy akár egy személyes lelki beszélgetés során elbúcsúzzunk a múltunktól, és tudjunk a jövőbe nézni. Minden egyes búcsúnak ez a jelentősége és a lényege, fontossága. A körmenet elmaradhatatlan része a búcsúnak, zarándoklatnak. A vallástörténet tanúsága szerint szinte minden kultúrában megtalálható ma is. A több napos ünnep második napján német nyelven mondták a misét a kegykápolnában. Egykoron a török kiűzését követően a pestis járvány elmúltával hálából építették a pécsiek a Havas Boldogasszony kegykápolnát a Havihegyen. A 17. században itt élő magyarok és más nemzetiségűek megmutatták, hogy összefogásukkal az elhatározás valóságá válhat. A Havihegyi kegykápolna azóta zarándok helyé vált, és évente búcsút rendeznek itt. A papán szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Szajki plébános dr. Tamás Roland ezüstmiséjét is itt tartotta meg. Kiválóan beszéli a német nyelvet a komlói származású pap, ezért számára természetes volt német nyelven szólni a hívekhez az idén 325 éves Havas Boldogasszony templomban. Nagyon sok barátot szereztem a hívek közül, mondhatom ezt nyugodtan, hogy nem csak úgy vagyok velük, mint a plébános a hívekkel, hanem nagyon sokakkal jó baráti kapcsolatot ápolok, és nagyon sok lelkipásztori örömöm volt a 25 év során. Amire nagyon büszke vagyok, 25 év alatt mindenhol, ahol voltam, ott önerőből újítottuk fel a templomokat. És erre büszke vagyok, hogy ez sikerült, hogy mindenhol, ahol voltam, nem mindenhol újítottuk fel, de ahol belekezdtünk, és ahol valamit tettünk, azt mindig önerő. Tehát sose vártunk arra, hogy majd valaki ad nekünk pénzt, majd az állam ad nekünk, meg az egyház megye, hanem mindig elkezdtük, és úgy látom, hogy a hívek ezt mindenhol örömmel adakoztak, és még nagyobb öröm volt utána együtt ünnepelni és megélni azt, hogy lám, most ebben benne van az én munkám is, az én fáradozás, az én adományom is benne van. Tehát ez egy nagyon szép megtapasztalás volt.
A Havasboldogasszony templom 1697-re készült el, azóta felszentelt és régóta búcsújáró hely várja a búcsúsokat, zarándokokat, akik a hagyomány szerint minden évben egy kis követ, kavicsot visznek magukkal és helyeznek el a templomnál, ezzel emlékezve az egykori hívek összefogására. Az ünnep alkalmával összegyűltek a Pécs környéki horvátok is a Tettyén. Horvát búcsút tartott a pécsi horvát önkormányzat. A horvát nyelvű szentmisét Bacsmai László mohácsi plébános celebrálta. A szentmisén a pécsi August Chénoa asszonykórus tagjai énekeltek a vízzenekar kíséretében. Ezt követően megkezdődött a folklor műsor a Szalántai Marica Kulturális Egyesület részvételével a Tettyei romoknál. Ezt a nyelvet is nagyon szeretem, én Monyorodon születtem, ahol Monyorodon is horvát volt a nagymamám, és én tőle horvátul tanultam, és igazából horvát és német falu volt, tehát németül is kellett tanulnunk, és mikor Pécsre kerültem, akkor hozzámentem egy németi Borbás Mihályhoz, akinek az édesapja az kántor volt, és nagyon sokat jártunk misére, meg mindenhova, ahol horvát nemzetiségű műsorok voltak, vagy templomba, vagy gyűdre lejártunk. Az 1709-ben történt pestis járvány alkalmával az itt élő horvátok úgy döntöttek, ha Isten megóvja őket ettől a szerencsétlenségtől, hálaképp felépítenek egy kis templomot a lakhelyük feletti domb tetején. Magyarok, nemzetiségek együtt tettek eleget fogadalmuknak a járvány megszüntével. A hálás lakók azóta sem feledkeztek meg erről, a mai napig zarándokon ide. Így történt ez augusztus 7-én is. A pécsi horvát önkormányzat, hát ha jól tudom, talán olyan 5-6 évvel ezelőtt hozott egy döntést, és annak értelmében mindig azt a vasárnapot, amely közelebb esik a Havasboldogasszony ünnepéhez, azt pécsi horvát búcsúként ünnepeljük meg. Itt a Havasboldogasszonynak szentelt templomban, egy körmenettel, horvát nyelvű szentmisével, és utána pedig egy olyan 40 perces folklor műsorral a Tettyei romoknál, ahol mindig egy-egy pécsi vagy környékbeli horvát néptánc együttes lép fel. Havihegy, Havasboldogasszony templom, a meredek kőzetben Krisztus a kereszten, Tettyei romok. Pécs városának legszebb jellegzetességei, ahová horvátok már hosszú évek óta zarándokolnak. A több száz éves hagyománynak megfelelően idén is búcsút tartottak Szent Anna tiszteletére Dombóváron. A kápolna védőszentjének ünnepén százak zarándokoltak a Szőlőhegyre. A terület, ahol a Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolna található, évszázadok óta számít búcsújáró helynek. A legenda úgy tartja, az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott. Az épületet 2004-ben újították fel, azóta pedig rendszeresen tartanak ott ismét egyházi búcsukat, katolikus szertartás rendszerint. Gyakorlatilag a Szőlőhegyetől költöztünk 1997-ben, de hol vannak gyökereink, szőlőhegy gyökereink a családnak és a rokonságnak itt a Szőlőhegyen, és hát minden vágyunk az volt, hogy ide kerüljünk, és amikor ide kerültünk, már ismerős volt ez a kápolna, nagyon szerettük magát a búcsút gyerekkorom óta, és bekapcsolódtunk ennek a kápolnának az életében, és egyre inkább átvettünk feladatokat. 18 évvel ezelőtt aztán sokan a Varga Stadler család kezdeményezése mellé álltak, és az 1700-as években épült kápolna felújításába kezdtek a környékbeliek. Most sikerült összefogni az akkori cégem, ahol dolgoztam, a partneri körét, külföldön és Magyarországon is, illetve helyi lakósokat, hogy megújult ez a kápolna 2004-ben. Tehát egy nagyon abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki mesterek mellé álltak, és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentelték, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Eskütt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, aki gondoskodnak a kápolnáról. De ezt is el kell mondani, hogy ahogy itt elhangzott a mise után plébános úr szavaiban, egyre többen segítenek, és az is nagyon jó, hogy a
korábbiakhoz képest a város is nagyon szépen mellé állt, a kápolna mellé, holott egyházi tulajdon, de mindenben segítenek. Szent Anna napja a katolikus hagyomány szerint július 26-a. Ez a dátum egyben a nagyszülők és az unokák ünnepe is. Dombovár Szőlőhegyen az ehhez az eseményhez legközelebb eső hétvégén tartanak búcsút a kápolnánál. Ez a búcsú ez most az egész hétvégét magába foglalta, hiszen tegnap voltak a kulturális programok, egy kis bál a szórakozni vágyóknak, és ma a vasárnap pedig az ünnepi szentmise, ami valóban így van, hogy évről évre nagyon sok embert vonz. Nem csak innét a Szőlőhegyről és a városból jönnek el, hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A vasárnapi mise igazán különleges volt abból a szempontból is, hogy két nyelven hallhatták az igehirdetést az összegyűlt hívek, horvátul és magyarul. Szerencsére egy kedves vendégünk is volt, kollégám Barics Gábriel plébános atya jött el, aki horvát származású, és mivel itt a Szőlőhegyi kápolna környékén, illetve magának a kápolnának a rendbetételében nagyon-nagyon sokat segít a plébániai közösségnek a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, és horvát vendégek is érkeztek a mai búcsúra, ezért helyén valónak találtuk, hogy nem csak az, hogy őt meghívjuk, hanem azt is, hogy néhány gondolatot szóljon horvátul is a jelenlévő horvátokhoz. A kegyhely környezete, ahol rendszeresen megtartják a Szent Anna búcsút, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így tartják róla a helyiek. Ha valaki ebbe el akarra mélyedni és belelátni, akkor el kell olvasni a Szepesi László költőnek a költeményét, hiszen a kápolnának az élete összefügg, és azért alakult, mert itt van egy forrás, a Szent Anna forrás, és a Szent Anna forrásnak gyógyító erőt tulajdonítanak, hiszen ez a kápolna már több mint 200 éve épült, és gyakorlatilag ez a kápolna őrzi ezt a forrást, vagy viszont, tehát ha ezt el akarja olvasni, az kellő információt kap arról az egészről, ami igazán megérinti az embereket. Egyébként a mai napig is nagyon jó a vize, és nagyon sokan járnak napközben ide vizért, mondják, hogy kimondottan gyomorbátornak nagyon jó. A 2004-es kápolna felújítást hamarosan újabb követheti. Az egyház és a Szent Anna búcsú szervezői ugyanis már ezen dolgoznak. Mindig van egy ilyen kápolna körül tennivaló, illetve nem csak a kápolnára magára gondolok, hanem a környékére is. Ugye az elmúlt években több kis oltár is épült, ilyen szabadtéri oltár, illetve hát voltak már a régebbi kinti szabadtéri oltárok. És hát mindig van valami, ami megrongálódik, tönkremegy, és egyik évben a kápolnádban belül, máskor pedig kint kell valamit tenni, megvalósítani. Úgyhogy tényleg nagyon nagy dolog az, hogy komoly összefogás van, a helyi szőlőhegyiek, a szőlőhegyiek, a dombováriak, illetve a horvát önkormányzat segítségével, hát évről évre mindig tudunk valamit alakítgatni, illetve ami megrongálódik, tönkre megy, az pedig megjavítani, vagy kicserélni. Dombovár Szőlőhegyen, tehát a több száz éves Szent Anna kápolnára minden bizonnyal még hosszú élet vár. Az egyházmegye ifjú minisztránsai töltöttek el együtt egy hetet Gyönkön. A táborban a fiatalok a helyi plébániáikon megszerzett tudásukat mélyíthették el, a szervezők azonban a kikapcsolódásra is gondoltak. Egy igazi csapat kovácsolódott össze az egy hét alatt, akik vidám táborzáron mutatták be a legmókásabb pillanatokat. A Tolna megyei Gyönkön a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatóival és az egyházmegye kispapjaival töltöttek el egy hetet Baranya és Tolna megye minisztránsai. A tábor bázisául a helyi Tolnai Lajos gimnázium kollégiuma szolgált. Kicsit nagyobb létszámmal készültünk erre a táborra, és itt volt olyan alkalmas hely, amely akár 60 vagy 80 főt is be tud fogadni. Ahhoz képest most így elsőre nem vagyunk elkeseredve, de 40-en vagyunk ebbe a táborba. Januárban Püspök atya, Felföldi László Püspök atya kinevezett minisztráns referensnek, és azóta készülünk erre a táborra. A minisztráns tábor a szolgálatnak a tábora, hiszen a minisztránsok az oltár körül szolgálnak, egy olyan szolgálatba, amely nem mindennapi, amely különleges, és ezáltal nem csak a szolgálatuk lesz különleges, hanem ők maguk is, a személyük is különleges lesz, ezt hivatott elvégezni ez a tábor. Felföldi László püspök atya kérte, hogy az idei tábor próbáljuk meg, úgyhogy csak fiúknak,
Részben azért, mert a fiú lélek az egészen különleges, egészen más, mint a női lélek, és a szolgálatuk is más. Egy kicsit erősíteni az ő szolgálatukat az oltár körül, valamint mi papok, vagy akár a papnövendékek is el tudnák mondani, hogy mindannyiunknak volt az életének egy olyan pontja, amikor minisztrált, amikor meghívta az Úr, lehet, hogy akkor is, és hogy az oltártól hív meg az Úr, a legtöbb embert onnan. Űrszava harsan a sok lovas hátta, és csörtetve űzi a fürge vadat. Minden nap volt egy úgynevezett minisztráns 5 perc, amelyet a kispapok tartottak, ami általában 15 percre sikeredett, de átismételtük, hogy hogyan is kell használni a turibulumot, a füstölőt például, hogyan kell bevonulni, mi a sorrend a bevonulásnál. A hét folyamán kirándulásokra is sor került, amelyeket úgy szerveztek meg, hogy a hitélet mellett a kikapcsolódásra is adódjon lehetőség. Általában 8 órakor keltünk, akkor volt az ébresztő, reggeli tornával kezdődött a nap, majd szoba ellenőrzéssel, a tisztaságra nagy gondot fordítottunk, majd egy reggeli áhítattal, egy imádsággal, utána pedig a reggelivel. Folytatódott, volt egy délelőtti programunk, amely általában kis csoportos beszélgetések, játékok, majd egy ebéd, délután pedig egy fő program, minden napnak más volt a programja, majd az esti program egy esti imával bezárólag. Volt egy olyan esténk, amikor egy lelki utat szerveztünk itt a Gyönki dombra, a minisztránsok 10 pontját dolgoztuk fel, csapatonként vonultunk, majd a katolikus templomba egy éjszakai szentségimádással zártuk a napot. Mindenkinek van egy jobb keze? Másik. Meg egy bal keze, ugye? Mindenkinek. És ahol a jobb kezem a bal kezemmel találkozik, ott találkozom az Isten. A tábor célja, hogy miközben a gyerekek jól érzik magukat az együtt töltött programokon, elmélyüljenek abban, mit is jelent minisztrálni, mit jelent, hogy az egyházhoz, annak egyik családjához, a Pécsi Egyházmegyéhez tartoznak. Szerintem azért jó minisztránsnak lenni, mert szolgáltunk egyrészt ugye az Úrnak, és sokkal közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Természetesen nagyon jó érzés tölt el, amikor minisztrálás közben érzem, hogy ott van velem az Úr. Azért jöttem el a táborba, mert én már régóta, 8-9 éves korom óta minisztrálok, és hát meg tudtuk, hogy van ez a lehetőség, és hát gondoltam, hogy eljövök a barátommal, mert hát egyedül elvileg nem jöttem volna el, mert hát mindenki idegen, ezért csak a barátommal jöttem. Azért jöttem el ebbe a táborba, mert szeretek minisztrálni, és hogy még közelebb kerülhessek Istenhez. Akkor, amikor a pap felemeli a szentostját, és feltekint rá valaki, és azt mondja, mint Szent Tamás, én Uram, én Istenem. Felismerjük, mert tanultuk a hittanórán, tanultuk a minisztráns táborba, hogy igen, amikor ezek a szavak elhangzanak, nem a pap, hanem Jézus Krisztus erejéből, a Szent Lélek elküldésével jelen valóvá válik az Úr Jézus. A táborban naponta látogatták meg a kis minisztránsokat az egyházmegye papjai, hogy szent misét ünnepeljenek. A táborzáró alkalmával Fekete Zoltán Mohácsi káplán érkezett, aki a szent mise keretein belül beszélt az ifjaknak arról, hogy milyen fontos az a feladat, amit ők látnak el a templomokban. A mise után mindenki megmutathatta, miben tehetséges. A fiatalok paródiával, tánccal, énekkel és muzsikaszóval készültek a záróestre. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!